Solnoki Viktor A konyháról Akár milyen száraz is az a marha hús, amit a mi egyeduraink, a bleereszkedő és rugalmas lépésű budapesti mészárosok mérnek, a vele való foglalkozás egyáltalán nem száraz téma. Sőt, annyira nedves, hogy nem sokára valószínűleg a jó gazdaszonyok könnyétől lesz még nedvesebb. Ennek ellenére be kell vallanom, hogy a magyar lapok mégis kisé szárazon tárgyalták az ügyet, semmi esetre sem olyan kedvesen, pröci modorban, mint annak idején Brillán Szavarin beszélgetett a fiziológidőről. Ezt a hibát valahogy helyre kell hozni, és meg kell magyarázni a legérdekeltebb feleknek is asszonyoknak, leányoknak egyaránt népszerű, sőt nőszerű stílusban, hogy mi is az a húskérdés, amely most izgatja a kedélyeket a belgrádi konaktól, a pesti vásárcsarnokon keresztül egész a bécsi bálplacig. Brilla Cavarin elmészsége sajnos nem áll a rendelkezésemre, de a nők iránt való ismeretes hódolatom és nagyra becsülésem mégis rákésztett arra, hogy ezúttal ezt a témát nőszerűen tárgyaljam. Végre is a női nem hálás, és talán csak kapok ajándékba érte valami körömfaladékot vagy egy pár hímzett papucsot, mert mind a kettő rám férne. Tehát, hölgyeim, tiszteletre méltó gentle ladies, önök tudják, hogy Magyarországon sok a nagyúr és kevés a hízott ökör. Ez a látszólagos ellentét nyomban érthető igazsággá válik, amint felvilágosítom önöket arról, hogy a nagy bírtokos a földjét nem állattenyésztésre használja, hanem arra, hogy búzát termesszen rajta. Na, nem a búzavirág és a pipacs ideális szeretete kedvéért, hanem először is azért, mert van elég befektetni való tőkéje a csak legelőnek való talaj gabona termővé javítására. Másodszor azért, mert a baromfi tenyésztés sokkal több munkával jár, mint a búza kimászatása a földből. A paraszt, a kisbirtokos dologra szorul. Nem csak a földjével, hanem a maga keze munkájával is keresi az évi betevőjét, tehát ő barbot is tenyészt. A nagybirtokos azonban, aki helyett maga a föld is eleget dolgozik. Nem lát nagyobb hasznot abból, ha barbot nevel, mert azért újabb munkást, béres, csordást, kondást kell neki tartania. Hát eddig van, hölgyeim, a dolognak az úgynevezett elméleti része. Most jön a gyakorlati. És ez két ágú, mint az önök harciasan is békés, trancsírozó villája. Az egyik ága lenyúlik Szerbiába. miután Magyarországon nincs elég barom, tehát Szerbiából kell az eleven hús nagy részét hozatnunk. Ezt az eleven hús nevezik a napilapok közgazdasági rovatai szerb marhának. Na már most, aki nem szerb és nem marha, az már májusban előreláthatta, hogy anyárra képtelenül meg fog drágulni a hús. Nem csak Budapesten, hanem egész Magyarországon. Mert már akkor előrelátható volt, vagy talán már ki is tört a vámháború Szerbiával. Hölgyeim, tiszteletre méltó gentle ladies, önök nem tudják, hogy mi az a vámháború, de ez egy pár szóval megmagyarázható. Hát figyeljenek csak ide! Ha a körorvosné szombaton olyan kalapot tesz fel, amelyiken három strusztól leng, no akkor egészen bizonyos, sőt, természetes, hogy az adópénztárosné vasárnap délelőtt a 11 órai miséről olyan kalapban fog kijönni, amelyen négy szál strusztollat lengetett a szél. Girem, górem, a háború, ha Szerbia, ami hozzájuk bevinni akart holminkra olyan vámot tűz, hogy mondjuk felér három strusztollal, hát akkor a mi adópénztárosnénk, akit Golucsovszkinak hívnak, feltűzi a negyedik strusztollat is, és elrendeli a határzárt, amelyen keresztül azután semmiféle vámmal nem lehet marhát keresztül hozni. Golucsovszki megmagyarázása alább következik majd. Most még a vámháborúról kell felvilágosító szavakat adnom. A vámháború továbbá, hölgyeim, olyan háború, amelyben kettős igazságá válik a német földrajzi könyvek emez egyszerűre tervezett igazsága. Die Sau by Belgrad in the Ha vámháború van, akkor mi itthon így fordíthatjuk magyarra ezt a geográfiai tényt: A száva Belgrádnál ömlik bele a Dunába. Ellenben szerbül így értelmezik ezt a mondást: A disznó Belgrádnál beleesett a Dunába. Mert hogy nekünk a száva mente tilalmi határra lesz, a szerb disznókereskedő pedig. Ha úgy kívánkozik is a sütő utcában lévő megszokott kávéházába, mint az igaz hívő Mohamed paradicsomába, akkor sem hozhatja keresztül eleven és röfögő holmiát a Dunán. Na és nem csak a disznó, hanem a vágómarha is beleesik Belgrádnál a Dunába. Na, nagy körvonalakban és alapos közgazdasági ismeretein felhasználásával ez... A vámháború. És most térjünk át a dolog másik ágára. Ez a dolog Bécsbe gyúlik, és Golucsovszky megmagyarázásával kezdődik. Hölgyeim, Golucsovszky mindenek előtt szép ember, de elmúlt hatvan éves. Aztán meg jó ember is, de hát külügyminiszter. Olyan ember, akinek már csak hivatalból kell szépnek lennie, ne is olyan miniszter, akinek néha hivatalból paragudnia kell. Mert az egyik is, a másik is szükséges arra, hogy bebizonyítsa vele az energiája csökkenetlen voltát. Már most Golucsovszki, a férfi, minden reggel hódító mosolygással és brillantinnal kenibe be a csodásan ápolt szakállát. Golucsovszki, a külügyminiszter ellenben minden reggel hódító homlokráncolással tekint körül Európában, hogy kit fenyítsem meg. Néha a gaz macedónoknak mond oda néhány kemény igazságot. Olykor-olykor a szultánt inti expozé formájában csendre. Na de most a szerbekre jött meg az étvágya. És kitűnő alkalma nyílt rá. De itt megint egy kis kitérés kell, hölgyeim. El kell mondanom, hogy Szerbia most akar új ágyúkat vásárolni, és hogy két ágyú termelő műhely között tétováz. A francia krüzógyár és az osztrák skotagyár között. Önök bizonyára tudják, hogy mi az ágyú. Az ágyú egy lyuk, amelyet ércel, pff, leginkább bronz acéllal öntenek körül. Némely gyár az egyik alkotó részre, a másik a másikra fordítja a nagyobbi gondot. Így például a krüzógyár az acéllal törődik inkább, Kodáiknak azonban a lyuk fontosabb. A kiviteli ipar pártolása valóban első rendű feladata a külügyminiszternek, és így egészen érthető, hogy Golucsovszki balkáni tekintéje minden súlyával az osztrák lyukat akarta rá parancsolni Szerbiára. És amikor Szerbia mégis inkább a francia a mellé akkor Jupiteri homlokkal megizente neki a vámháborút. Amíg nem megy be a skoda, addig ide nem jön ki a marha. Hölgyeim, tiszteletre méltó gentle ladies, én ezekben megmagyaráztam a politika, konyhakérdés, ágyúgyártás és közgazdaság összefüggését. Most már nincs egyéb feladatom, mint hogy levonjam a dolgokból az önök számára való egyetlen tanulságot is. De még ezt sem kell tennem, mert megtette már helyettem a Gasparon örök életű podesztája. Fiam, tanuld meg, hogy ami egyszer ellopódik, az soha többet vissza nem adódik. Így oktatja fiát a podeszta. A húsárak a nyáron át a forráspont felé fognak szállni, mert a mészáros nem bolond, hogy Szerbia, Golucsovszki vagy a Skoda gyár miatt kisebb percentre dolgozzék. De a húsárak megmaradnak a forrásponton akkor is, amikor már régen megkötöttük a vámbékét Szerbiával. Mert a mészáros még kevésbé bolond, hogy ne dolgozzék nagyobb percentre amikor ahhoz már hozzászoktatta a publikumot a külügyminiszter bölcsessége. <laughs> – Hiába, hölgyeim! Ami egyszer ellopódik, az soha többet vissza nem adódik. Aminek az ára egyszer fölmászott, annak az ára nem bolond, hogy elkezdjen megint lefele mászni. – Hát, köszönöm a szíves figyelmüket! –